Sziasztok! Üdvözöllek titeket a csatornámon, Zoé vagyok, és ma egy kicsit más videót hoztam nektek. Nem film és sorozat értékelésről lesz szó, de remélem ez is tetszeni fog nektek. Köszönöm szépen előre is, ha megnézitek és feliratkoztok a csatornára. Egy hosszú hétvégét töltöttünk Athénban, és megmutatnám, hogy mit érdemes megnézni, vagy mi fér bele az időtökbe. Aztán beszélek az utazási tippekről, érdekességekről, görög szokásokról, mert bizony volt kultúrsok bőven. A repülő körülbelül 20-30 ezer forintba kerül, az olcsóbb légitársaságoknál, mint a Wizz Air vagy a Ryanair, de ez természetesen változó. A repülési idő Budapestről Athénig körülbelül 2 óra. És fun fact, hogy a magyar férfi vízilabda válogatott is velünk utazott a hétvégén. A belvárosban mi metróval mentünk, ha a reptérről kiértek, egy kis tábla fogja mutatni a metrót, tipp, hogy először trainnek írják, mint vonat, de kövessétek azt, mert utána megjelenik majd a metrójel is. 90 perces reptéri jegyet lehet venni az automatákból, ami 9 euróba kerül. Kicsit ezen meglepődtünk, mert 3600 forint nem kevés pénz, és kis összehasonlításképpen itthon 1500 forintba kerül. Mi az Akropolisztól laktunk nem messze, így az akropoli megállóhoz mentünk, ez körülbelül egy másfél órás út volt. Milyen a közlekedés? Metró buszjegyára 1,20 €, ami szintén 90 perces, de a 90 percet csak onnan számolják, hogyha átmész a kapun. Taxival nem mentünk sehova, így nem tudunk pontos árakat, de annyit hallottunk azért, hogy nem olcsó. A szállásunk az Athén Studios névre hallgatott, körülbelül az Akropolisztól 10 percre volt sétálva. Ajánlani csak a helyszín és az ár miatt tudom, mi 2 éjszakát aludtunk itt és 17 ezeret fizettünk fejenként. Ami még jó tipp, hogy 24 órás csomagmegőrzés is rendelkezésre áll, ami egy nagy-nagy plusz, ha a repülő este indul vissza Budapestre, és még egy egész napod áll rendelkezésre a kicsekkolás után. Le lehet rakni polcokra, az ingyenes, de a zárt szekrény 5 euró, ami teljesen elég volt ötünk csomagjának, tehát 1 euró fejenként egész napra nem drága. Folytassuk a látványosságokkal. Mit érdemes megnézni? Az első természetesen az Akropolis, ami a város közepén helyezkedik el. Ha metróval jöttök, az akropoli M2-es megállónál tudtok leszállni, és onnan körülbelül egy 10-15 perces sétával már ott is vagytok a bejáratnál. Automatákból lehet megvenni a jegyet, egy felnőtt belépő 10 euróba kerül. Szerintem, amit mindenki megjegyzett a törikönyvből, hogy az Akropolis fellegvárat jelent. Amikor elkezdesz felsétálni, egy gyönyörű látkép tárul a szemed elé, és érzed, hogy átjárja a történelem a helyet, és mindent megpróbálsz felidézni, amit tanultál róla anno az általánosban vagy a gimnáziumban. A lejtőn egy csodálatos színházat látunk, ami nagyon jól fennmaradt az utókor számára. Érdekesség, hogy 1950-ben a színpad felújításra került, és még ma is használják zenei műsorok előadására. Szerintem teljesen mindegy, hogy mikor megyünk, délelőtt, délután, mindig sokan lesznek, hiszen rengeteg turistát vonz. Feljebb sétálva a gyönyörű oszlopok között elénk tárul a Parthenon, Pallas Athéné, a bölcsesség istennőjének temploma, amit időszámításunk előtt 5. században építettek. Dor stílusú oszlopai, márványból készültek, és az oromzatot több szobor is díszíti, ami legfőképpen emberi testeket, küzdő alakokat és isteneket ábrázol. A szobrok nem voltak összeegyeztethetőek a keresztény vallás céljaival, ezért lerombolták. 1458-ban a törökök mecsetnek használták, és még egy érdekesség, hogy az 1600-as évek végén egy robbanás következtében megrongálódott. Egy jó tipp, hogy próbáljatok meg olyan cipőbe menni, aminek nem olyan csúszós a talpa, illetve kisgyerekekkel is vigyázzatok, mert sok lépcső van, és sokszor egyenletlen a talaj a nagy kőmaradványok miatt. Amit szerintem még mindenképpen érdemes megnézni, az az Akropolis Múzeum. Azt a tippet kaptuk, hogy ingyenes vasárnaponként, ami sajnos nem igazolódott be, vagyis nem ennél a múzeumnál, mert mint megtudtuk, minden múzeum ingyenes vasárnap, kivéve az Akropolis Múzeuma. De a belépő egyáltalán nem volt vészes, 5 euróba került egy felnőtt jegy, a diák pedig ingyenes volt. Nem nagyon lehet videót vagy fotót készíteni, de a felsőbb emeleten már senki nem szólt. Ott mindenki fényképezett.
A legérdekesebb számomra a múzeum alatti óváros feltárása, amit szintén körbe lehetett sétálni. Egy kis videó segített megérteni a történetet, miszerint 1970-ben kezdődtek az ásatások az Akropolisz mellett, és időszámításunk előtti cserepeket, mosdóhelyiségeket, házak maradványait találták. 2019-ben nyitotta meg a kapuit a látogatóknak, sok érdekességgel és leírással. Az ókorban úgynevezett szeánszokat tartottak a mosdó használatára is, egyszerre hatan, heten is bent lehettek, és külön időintervallum vonatkozott a nőkre és a férfiakra is, ha használni akarták a mellékhelyiséget. Maga a városközpont szerintem többnyire szép, jó hangulatot adnak az olajfák, amik alatt sokszor elsétálhatunk, és sok helyen ötvöződik a mediterrán, narancssárga, sárga színei és a modern stílus. Ez volt az egyik kedvenc házam. Ahova mindenképpen menjetek ki, az a tengerpart. Busza körülbelül 30 percre van a belvárostól, és nagyon szép részei vannak. A tengernek mindig van egy olyan feelingje, ami szabadságot ad, ahogy belenézel a végtelenbe, sétálsz a köves vagy homokos tengerparton. Mindig szeretek a víz közelében lenni. Éttermek és bárok is találhatók a part mellett, amik még novemberben is nyitva vannak. Több éttermet is kipróbáltunk Athénban, ahol megkóstoltuk a tradicionális görög ételeket. Én megmondom őszintén, itthon jobb gyroszt szoktam enni, mint Görögországban, de biztos vannak olyan helyek, ahol nagyon jól elkészítik. Ellátogattunk egy rooftop bárba is, ahonnan tökéletes kilátás nyílt az Akropoliszra. Úgy gondoltuk, hogy megnézzük, de senkinek sem ajánlom. Maga a látvány szép, de a pincérekben semmi kedvesség nem szorult, csak akkor ülhettél le az asztalhoz, ha enni is akartál, ezért úgy gondoltuk, hogy leülünk, eszünk egy desszertet, iszunk egy koktélt, így is több mint 30 eurót hagytunk volna ott fejenként. De még ez sem volt elég nekik, és azt mondták, hogy nem lehet így ülni az Akropoliszra a néző asztalhoz. Bárki bármit mondhat, szerintem a finom magyar házias ételeknél nincs jobb. Mi az, ami számomra kultúrsok volt, érdekességek és furcsaságok? A szálláson megtudtam, hogy nem lehet beledobni a WC-papírt a WC-be, mert a csövek annyira kicsik és eldugulna. Ez érdekes is volt és kellemetlen is egyben. Ha nem turista központban ebédelsz vagy vacsorázol, nem számolják fel a vizet pluszba. Barátnőm azt mesélte, hogy itt a futárokat útközben elküldheted boltba is, és bemennek neked venni bármit, amit még pluszba kérsz. Itt lehet csak egy eszpresszót is rendelni, a görögök oda vannak a kávéért. Kedvezőtlen időjárás esetén értem ez alatt a nagy viharokat, széllökéseket, a városban szirénáznak, és a telefonunkra is kapunk egy ilyen értesítést. Athénban, ahol jártunk, eléggé laza volt a közlekedési stílus, össze-vissza váltanak sávot, az index nem létezik, tilosban parkolnak, de olyan helyeken, hogy csak néztem. Köszönöm szépen, hogy megnéztétek, találkozunk a legközelebbi videómban. Sziasztok!